A DIFE, vagyis a Deres Képviselgét Egyesület ebben az évben is megtartotta évnyitó gáláját. A sportcsarnokban megtartott eseményen az Egyesület vezetősége és tagjai jó hangulatú kosárlabda mérkőzéseken és játékos dobóversenyeken mérhették összetudásukat. A DIFE ezen a rendezvényen díjazta az előző szezon legjobbjait és mutatta be új mezgarnitúráját, valamint egy TAO pályázaton kapott 18 személyes buszát is. A nyitó gálán Pápa Krisztiánnal, az Egyesület vezetőjével beszélgettünk. A mai napon a Derecs Kifjúság Egyesületnek, a DIFE-nek van a szezonnyitó gálája, és a rendezvény célja az, hogy ezt a csapat együtt legyen, illetve több ajándékot és több technikai felszerelést adjunk át a játékosok számára. A felnőtt csapat, a lánycsapat új mezgarnitúrát kap, illetve több olyan erősítő felszerelést fogunk átadni, ami a fizikális fejlesztést fog a gyerekeknél elősegíteni. Illetve a legnagyobb hír és a legpozitívabb eredmény az elmúlt időszak tárgyeszközberuházás beszerzésnél. Egy 18 személyes buszt sikerült egyesületnek előteremtenie TAO pályázat útján, amely kint meg is nézhető majd, úgyhogy ez körül mai nappal átadásra. Úgyhogy mai rendezvények ezek a fő céljai. A DIFE talán a legdinamikusabban fejlődő és gyarapodó egyesület településünkön. Én már 13 éve azt a célt tűzte ki az egyesület maga elé, hogy felvirágoztassa a kosárlabdát, megmutassa a fiataloknak a sportág szépségeit. 13 éve alakult a DIFE, több funkciós célra hoztuk létre. Elsőként olyan hiánypótló feladatokat fogtunk össze, ami nem volt a városban. Egyes számú maga a kosárlabda csapatnak a létrejötte. Jelen pillanatban egészen az óvodai csoportra, a felnőtt korosztályig mozgatunk meg fiatal játékosokat. Mindezek mellett pedig gyerektáborok szervezésével foglalkozunk és környezetvédelmi akciók szervezésével. Közel 100 tagunk van jelen pillanatban. Ebből a közel 100 főből három csapatunk fog most bajnokságban szerepelni. U12-es, illetve U14-es, illetve a felnőtt csapatunk fog bajnokságban szerepelni. És a felnőtt csapatunk a megyei bajnokságban. A többi U12-U14-es pedig az országos utánpótlás kategóriában fogja magát megmérettetni. Hogy döntötted el, hogy a kosárlabdát választod, mi sportágat? Miért ezt választod? Láttam egy hirdetést, miszerint Derecsén is el lehet kezdeni a kosarat, és én úgy gondoltam, hogy megpróbálom. És hát már ez a negyedik éve, mióta is sportolok. Egy nagyon jó csapatról beszélünk, összetartó, segítjük egymást. Még van mit fejlődnünk, mint passzolás szerint, trükkök szerint is, és de szép lassan fejlődünk. Egy évben ilyen rendezvény általában egy van, ezek nagyon jól meg vannak szervezve, jó a hangulat, jól érezzük magunkat. Mióta vagy a csapat tagja, hogy kerültek kapcsolatba a kosárlabdával? 3 éve kosarazom, egy toborzás során kerültem a csapathoz, nagyon szeretek idejárni, egyrészt a csapatszellem miatt, másrészt pedig jó kikapcsolódás számomra. Mikor fiatal voltam, nagyon sok sportágat kipróbáltam, például a focit is, meg a kosárlabdát is, és így a kosárlabda fogott meg leginkább, meg a testvérem is kosárlabdázott, és ő is inspirált, hogy játsszak kosárlabdát. Ugye én a felnőtt csapatjátékosa vagyok, és ott hát szinte mindenkit ismerek, és nagyon jól kijövök mindenkivel. Jó a társaság, és így szerencsére nincs probléma ezzel. Bárki, aki szeretne mozogni, vagy szeretne olyan táborokban részt venni, ahol szeretne már jól érezni, akár segítőként, akár résztvevőként, vagy támogatja a környezetvédelmet, maximálisan nyitottak vagyunk egyesület életéből, itt már koratlan, alapvetően korfüggés nélkül, 6 éves kortól akár már kosárlabdázni is, miután foglalkozunk is velük, de felső koratán nincs. A jelentkezők számára szoktuk mondani, az ajtó mindenkül nyitva áll, úgyhogy ez jól látszik, hogy a tegnapi napon volt egy a sportágválasztó a helyi Bocska iskolánk a külső területén. Ebben a szempontból tehát ott is várjuk a jelentkezőket, úgyhogy nyitottak vagyunk minden irányába. A rendezvényen az elmúlt szezon legjobbjait is díjazta az egyesület. Azért is van ez a mai, illetve a díjátadás része, hogy mindenkit motiváljunk arra, hogy mindenkire nyitott a lehetőség, hogy a legjobbak közé kerüljön. A kedves edző kollégák
Attila, Józsi és Pisti, azok minden meg fognak tenni ahhoz, hogy a legjobbat hozzák ki belőletek. Úgyhogy nézzük akkor Józsi a U11. Tehát ez a tavalyi így van. Az MVP, a legértékesebb játékosa a tavalyi évben, Szabó Attila. Attila, kérlek, gyere és vedd át egy ilyet. Gratulálok a fő. Fotó. A legtöbbet felüldő játékos a tavaly évben Balogh Vivien, U11. Mosoly. Gratulálok én. Így tovább. Leglelkesebb játékos Kis Csaba. Legsokoldróbb játékos Benedek Zsolti. Zsolti. Szuper. Legdobb dobójátékos Vajda Zoli. Jó, U12-nél a legértékesebb játékos Bernát Robi. Robi, kérlek, Bernát. U12 legjobb támadó játékos Erdély Ruben. Hát jövően nem fogsz kezdeni. Ó, tényleg. Tényleg. Kosárlabda alapja micsoda? A védekezés. Nos, a legjobb védőjátékos következik U12-nél, Molnár Adél. És U12-ben utolsó díjat fogjuk eltenni, az pedig a leglelkesebb játékos U12-ben, az pedig nem más, mint Kovács Kristóf. Kadett. Nos, Kadett legértékesebb játékos a tavalyi szezonban nem más, mint Szabó Lajos. Kodett, legjobb védőjátékos, Rácz Bence. Legtöbbet felüldött játékos Molnár Zalán. És a kadettnél a utolsó díjat, a leglelkesebb játékos címet Magyasszai Dániel fogja kapni. Dani, kérlek, kérlek. Nos, lány MVP, legértékesebb játékos, Venyige Emese. Okay.
Lánycsapat legjobb támadójátékos. Tőzsé Gabriella. És a lánycsapatnál a legtöbbet felülő játékos Selesén Fanni. És a lánycsapatnál Balla Bogláka kapja a leglegesebb játékos címet. Nos, végül, de nem utolsó sorban a felnőtt csapatunknál osztjuk a legjobb játékosoknak járó díjakat. Az MVP legjobb játékos tavaly évben Nagy lesz. Nagy lesz. Dako Attila. Legjobb dobó? Fülő Patrik. Szuper. Igen. Nos, a legjobb védőjátékos pedig Csóri Tamás. És még kettő díj van hátra. A legsportszerűbb játékos, ami nagyon fontos, úgy gondolom, ez példaértékű és mindenki számára. Ez egy eklatáns példa, a Zsákony Sanyi. És a Cseh István edző által a legtöbbet felülött játékos címet pedig Tóth Lati kapja meg. Szuper. Nos, kedves gyerekek, mindestől kezdve egészen 6 óráig csak játék, dobóversenykkel fűszerezve, egy zene aláfestéssel. Józsi bácsi mindjárt elmondja, ki fog kezdeni, és ki fogja folytatni. Kívánom azt, mindenki érezze nagyon jól magát. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down, welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right.